Isti! Damn, son! Isti sztóra leírásban. Na szavaztok, srácok, én Szelkriszt vagyok. Megnézzük, hogy ezt a kamerát ledobom a picsába, akkor túlélje. Nagyon hiányzik, Robi már felkészült erre. Kedves uram, valamiben egyezzünk meg. Én az előbb múltkor magát nekem azt mondta, hogy ahol az autók járnak. Ahol az autód van? What is that? That's for your bicycle, yeah? Yeah, yeah no, yeah. There. Oh, fuck. Some entertainment? Tesó! Na. Így megkentem itt a futást, mert... Megkire kikentem? Mert mostam hajat, és beszakadt a hátam egy pillanatra. Itt vagyunk az Oceanban, Buda Ocean. Egyébként a... Nem is mondtam, hogy hova rákba megyünk, tehát hogy nem így... Nem volt bejelentem. Tök mindegy. A Biatorbágyi Premier Outlet Center megyünk, mert nagyon sokan kérdeztétek, ami egyébként egy 4-5 embert akar, de ahhoz képest sokan mennyit vártam volna, hogy hol vettem a Jordan 1-est, az Elephant Print-eset, az Unsupreme Colorway-t, és hát ott, és megnézzük, hogy milyen hitek vannak, vagy van-e valami érdemleges cipő egyébként. Nekem van egy sejtés, hogy 1-es, 2-es Jordan az biztos, hogy lesz, az már régóta van ott. De megnézzük, hogy mi a szitu. Ez miért 30-as kosár, by the way? A múltkor is ekkorát kértünk, az azért súlya van. Múltkor is ekkorát kértünk, és majd bele haltunk. Én már csak félek ettől a 30-as. Mi a titka? Kérdezhetitek? A szénhidrátot felejtsd el. Ami a bundán van, az nem számít, az a csirkének a része, de azon kívül a krumplit el kell felejteni, és akkor jó lesz. Kóla. Kizár dolog. Ez édes savanyú. Shit. I'm saucing on you. Cheers. Végezzek alázva. Nem egy csirke halt meg. Egy kis fiú halt meg. És most ezt teszi az egész ország. Ez borzasztó kényelmes lehette. Én ezt felpróbálom, esküszöm. Olyan vastag a búzt. Igen, nem szép a színe. Vagy ez nézd, ez se annyira adja? Szerintem ezek mind csúnyák, ami ilyen tartástalan izé. Jó, hát ez ki van rakva. Ez nem kontinentál talpas, mi? Köszönöm. Búzt is nem annyira adja neked? Hát volt ez az amikor így felkeltem, de szerintem egy Flyknit a Nike-ban sokkal jobb. Igen, te inkább Nike. Nem tudom, én nekem most ez egy ilyen mániám, hogy nyárra egy boostos tipőt megvenni. Mert igazából nem olcsók itt sem, tehát 30. Azért mondom, hogyha már egy Hyper Boostot akarsz venni, akkor inkább lehet azzal jársz jobban. Na? Kényelmetlen halok bele. Kényelmetlen? Nem mondod? Azt mondják erre kényelmes pedig a tyúblőr. Amúgy nagy, nagyon jól néz ki. De igen, nem vagyok nagy full fekete cipős vágon. Hát így. De ez a legnagyobb heat itt, nem? Nekem a gazella tetszik. Hogy vetted ezt föl? Bújj bele. Gyorsan, hopp. Ú, de könnyű. Jó, gyorsan. Jába, könnyű. És írecs, tudod? Ez hányos gatyához még. Ja, amúgy ez rövid gatyával, vagy ilyen szorulóssal. Vagy ilyen izé. Ú, de só. De azok a lábújjak, tesó. Nem kényelmetlen az. De sohát. Kényelmetlen. Jó, hülyén állal hagytam nagyon. Az úgy néz ki, mint egy Yeezy. Ja, hát hasonló. Nem? Hát. Jó, még rogyom, nem áll jól szerintem. Gizel. What is that? Year of release. 99. 90-es évek. De OG. És ez milyen színű? Klasszik kék. Szép lánát. Nem? Ez mennyi amúgy? Nagyon drága. Mennyi? 23. Jó, de hát OG. Jó, csak azért az Adidas már nincs amennyire ez az OG. Vagy jó, azért ez az órával eléggé 90-es évek vagy már. Hát, én már ilyen G-Easy vagyok. Te már, amúgy a? Ilyen cosplay, G-Easy cosplay. Goala. Hú, tesó. Nagyon. Na, mint hogyha egy fadarabba beleléptél volna. Tényleg? Kényelmes?
Nem. Nem. Mint hogyha ilyen lúttal betét lenne belül. Kicsit túl van árazva, nem? Jó, nekem nagyon tetszik. Igen? Esküszöm, a tubular jobban állt. Nem. De. De ez nem... Ez full én vagyok ez a cipő szerintem. Azt mondod? Csak én szeretnék lenni, lehet azért. Hát lehet, hogy csak szeretnéd. Amúgy ez a tubular nekem esküszöm bejön. Csak hát nem rajtam. Csak meg ez fura nagyon, tényleg amit mondtál itt, ez az új lész, hogy ilyen zoknitos. Az ungarító. Tehát így kijön egy, és amúgy ráadásul azt, hogy tényleg ilyen dudoros. Higgy meg a levét szépen. Na ezt mondom, hogy nézd, ez elég jó kelővé. Szép az. Még ez se rossz, csak... Most hiszem Spike Lee van a izén? Ezek azt tudom milyenek amúgy. Most láttam még ilyet. Ez elég jó. De ez mit esi? Ilyen... Nem letéptük még mielőtt azt hinnétek. Igen, az lejön. Ez mi ez? Blaze? Vagy Blaze? Ez. Blazer. Blaze. Blaze. Blade. Ez azért eléggé pofás. Csak egy kicsit már extravagáns. Ez tetszik. Nekem ez tetszik, esküszöm, Robi. Nike Air on the back. Ez ilyen, ja. Bubble. Nike Air on the black back. És ez teljesen rendben van. Ez lehetne fehér a pipa még. De 15 ezerért szerintem ez tök jó ár. Én ezt csak javasolni tudom. Robi? Nem. But suede. Ez nagyon rendben ez a cipő 15-ért. Mondd, hogy mi ebben nem jó. Nekem ez a rész mi az, nem ami? Tetszik. Ez itt ilyen nagyon izé. Micsoda? Nem tudom, ilyen mainstream ez az elején. Mainstream? Meg ez ilyen... Hát... Nagyon... Jól néz az ki. Nem nagyon tetszik. Nem nagyon tetszik az neki. Ez mi? Ez is full suede. Az SB. Ez deszkás cipő akar lenni? Hát. Hát, I don't know. Trainer. Ez. És ott nagyon vágod ezeket a lackokat. Ezek itt full SB, hát persze, most nézem. Fehér zokni, cotton, borzasztó anyag egyébként, szóval senkinek nem ajánlom, de valami fehér zoknit szerettem volna. Szóval az, hogy ilyen középméretű nem igazán van másfajtában. Ez van, múltkor volt ilyen dry fit anyagú, és abból vettem egy darab, egy adagot, ilyen piros volt benne, fekete, meg fehér, ja. Viszont is ilyen krúzokni, tehát ilyen így a majdhogy nem a vádlidig érő fajta. Viszont én azokat egyébként is szeretem. Én is szeretem. Az ilyen sneakerökhöz, tehát igazából nem érdekelt, viszont például az ilyen krúzoknit, azt már nem venném föl mondjuk, mit tudom én, egy lócipőhöz. Érted? Egy lócipőhöz már olyan középmagas, vagy középszárú lenne jó, nem nagyon volt. Gyerekek, úgyhogy nem tudom, hogy nektek tetszik az Unsupreme colorway az egyes Jordanből, vagy mondjuk ez a másik, az az ilyen, nem is tudom mi volt, az ilyen szürkés, sötét szürkés, és burgund is, igen, láttátok. Akkor érdemes kijönni, árak azok olyanok, amilyenek, nem rosszak szerintem. Én pont ezt beszéltem Robival, hogy azért tavaly Air Jordan 1-esekből voltak akciók ilyen nagyobb cipőboltokban is egyébként. Szóval, hogy így döntsétek el, ti tudjátok, azért tőlem ne kérdezzetek ilyeneket, mert általában azt tudom válaszolni, hogy... Ne, igen, Robitól sem, mert ezt nektek kell dönteni, mit akartok venni, értitek? Meg, hogy mi jelenti meg nektek? Igen, tehát azt, hogy most tőlünk... Meg fel kell próbálni, ennyi. Így van. Kinek mi tetszik, az a saját maga döntése. Persze, meg hogy kinek mi kényelmes. Meg egyszerűen mire kell. Érted? Tehát, hogyha most mit tudom én, egy ilyen napi cipőt akarsz, akkor nem tudom. Tehát, vagy hogyha futócipőt akarsz, nem mindegy. Úgyhogy, ja, gyerekek, Adidas az egész jó, nem tudom, a boost talp az nagyon jó, viszont amik itt vannak boost talpos cipők, azok szerintem nem szépek sajnos. Nem tudom. Viszont érdemes benézni, mert viszont nagyon sok foci cipő volt az Adidasban, amit nem vettem már föl, hogyha focizom, meg mit tudom én, akkor az neked tetszeni fog. Arra Budapest felé általában. Úgyhogy így, ja, gyerekek, hát ez ide, itt vettem az Unsupreme Jordan 1-est, látjátok, még mindig volt belőle, és Jordan 2-esből is volt ilyen piros-fekete, azt mondjuk elég jól néz ki. Az, szerintem jelenleg az a legnagyobb hit a Nike-ban. Talán.
Meg volt a 15 000-es Nike Air akármi, ami Robinak nem tetszett, nekem az, az bejött. Bár mondjuk az, az nehéz bármihez felvenni. Úgyhogy adják, érdemes kijönni egyszer, hogyha messze laktok a premiértől, akkor érdemes kijönni, azért egyszer megnézni, de nem hiszem, hogy azért olyan nagy, tehát mit tudom, olyan heti rendszeresség érdemes kilátogatni, mert most nem is tudom, így egy hónap alatt, szerintem most vagyunk itt harmadszorra, vagy legalábbis én... másodszor. Hát én harmadszorra, hogy egyszer kijöttem egyedül is. Úgyhogy ennyi lett volna, gyerekek, ez a vlog. Sneaker shoppingnak fogom nevezni, meg az lesz a címe valószínűleg, vagy valamiféle izé. De mi nem úgy mentünk egyébként eredetileg, hogy mi vegyünk bármilyen cipőt is, nekem most nem kellett semmi. Úgyhogy ja, reméljük, hogy éreztitek, Robertem. Sziasztok. Szevasztok. Milyen szépen villant a fogsorod, olyan szép fehér. Nem. Nekem nem, mostan már vagy 4-5 napja pedig. Na, akkor az tök jó.